Kovács Zita pécsi, 2,5 éve Bécsbe vándorolt. Közgazdászként végzett, de pincérként dolgozik. A felszolgálók nettó bére ugyanis akár a havi 1,5 millió forintnak megfelelő eurót is elérheti Ausztriában. Ők a magyar átlagkeresetek többszörösét is hazautalhatják itthon maradt szeretteiknek. 13. 14. havi fizetés jár, karácsonyi és nyári pénz, teljes fizetés. 2009 óta folyamatosan nő a hazautalt jövedelem. A portfólió szerint azóta, amióta egyre több magyar vándorol külföldre. A KSH statisztikája alapján 5 év alatt megháromszorozódott a hazaküldött pénz, 920 milliárd forint körülire hízott. Most rekordszinten van ez a hazautalás, ez a GDP 3%-át teszi ki. Ez már nemzetgazdasági mércével mérve is egy jelentős összeg. Csak összehasonlításképpen a külföldön dolgozó magyarok tavaly 3-szor annyi pénzt utaltak haza, mint amennyit a Magyarországon élők egész évben gázszámlára költöttek, és 2-szer annyit, mint villanyszámlára. Hasonló nagyságrendű összeget küldtek haza, mint amennyit az ország lakossága összesen autózásra és vonatozásra, közlekedésre fordít évente. A KSH fél éve megjelent kiadványa a statisztikai tükör szerint tavaly felgyorsult a kivándorlás üteme. Az egyik legnagyobb pénzintézet 2 hetek közölt kutatása alapján már több munkahelyteremtő beruházás meghiúsult, mert a befektetők attól tartottak, hogy nem találnának elegendő szakképzett munkaerőt. A kormány fél éve programot indított a magyarok hazacsábítására, Gyere haza fiatal címmel. Munkát, repülőjegyet és 1 év ingyenes lakhatást ígérnek. Mostanáig 50-en éltek ezzel a lehetőséggel, ezt a kormányzati tájékoztatási központ közölte. Szerintük hiába a rekordösszegű hazautalt jövedelem, a magyar kormánynak nincs miért szégyenkeznie. Azt írták, a migrációs ráta itt még mindig csak 3%, a lengyeleknél és Romániában pedig 9%. Az LMP szerint viszont lesújtó a statisztika, mert rekordszámú elszakított családra utal. Rengetegen vannak kint, a legtehetségesebb, legkreatívabb, legképzettebb fiatalok mennek el, akik igenis megállják a helyüket bárhol a világban. A portfólió szerint a jövőben már nem nagyon változik a hazautalt jövedelmek nagysága. Egyre többen készülnek csatlakozni külföldön dolgozó családtagjaikhoz, ezért egyre kevesebben lesznek azok, akiknek Magyarországra pénzt utalnak. A Tárki hónapokkal ezelőtt úgy becsülte, 700 000-en fontolgatják végleges kivándorlásukat az országból.